Hát a bajnoki mérkőzéshez képest nem úgy sikerült számotokra ez a kupa találkozó, mint akkor a szezon elején. Mind a két csapatban felforgatott kezdő 11 játszotta a bajnoki mérkőzésekhez képest. Hogyan értékeled ezt a találkozót azok után, hogy a Békés Csaba az első fél időben két gólos előnyre tett szert? Igen, felforgatott csapattal léptünk pályára, meg szerettem volna azoknak adni a lehetőséget, akik eddig kevesebb játék lehetőséget kaptak, plusz sérülés után több visszatérőnk is volt, azok fél időt beszéltünk meg, hogy annyit fognak elsőre pályára lépni, nem így terveztük, tovább szerettünk volna jutni, sajnos a mérkőzés elején egyből gólt kaptunk, mentünk az eredmény után, ami mondhatom, hogy feküdt a Békés Csabának, mert a gyors első emberei rendre problémát okoztak a védelmünknek, így kockáztatnunk kellett, rengeteg pontrugásunk volt, szöglet, talán a bajnokságban összesen nem rúgtunk ennyi szögletet, mint a mai nap, de sajnos nem tudtunk élni az adódó, inkább azt mondom, lehetőségekkel, mert helyzetet olyan sokat első fél időben nem tudtunk kidolgozni. A második fél idő második félben kezdődött stabilizálódni a csapat játéka. Ez minek volt köszönhető, esetleg az ellenfél fáradt el, vagy pedig kijöttek azok a dolgok, amiket kijöttél a szünetben? Azt mondom, az első kapott gól után már sokat birtokoltuk a labdát, a labdával való játékunk, azt mondhatom, hogy a mérkőzés alatt rendben volt. Amikor viszont labdát veszítettünk, akkor nagyon lassan rendeződtünk, és átmenetekben a Békés Csabai gyors támadók az, amint mondtam már, hogy rendre gondot jelentettek, úgyhogy én ugyanazt éreztem a második fél időben is, hogy próbálkozunk el errefele, de nem volt meg a megfelelő átmenet a rendeződéseknél. Gratulálok a győzelemhez. A Békés Csaba 3-0-ra győzött itt a Magyar Kupában. Ez volt a harmadik mérkőzésed a csapat kispadján a visszatérésed óta. Hogyan értékeled a találkozót? A csapatnak szeretnék gratulálni. Minden győzelem építi a csapatot. Jelen pillanatban mélyen voltunk, vagy remélem, hogy múlt időben tudok erről beszélni. Minden győzelem építi a csapatot. Nagyon sok energiát fektettek bele a mai mérkőzésbe a játékosok. Véleményem szerint időszakosan jól is játszottunk, helyzeteinket elég jól értékesítettük, tehát úgy gondolom, hogy a mai nap megérdemelten jutottunk tovább. Forgatod a csapatot, játszottak olyanok is, akik eddig nem. Hogyan, mennyire vagy megelégedve azoknak a teljesítményével, akik eddig kevés szerephez jutottak a csapatban? Amikor megérkeztem, azt mondtam, hogy 3 meccs, senki ne kérdezze meg, hogy miért nem játszik, vagy miért játszik. 3 meccs, megpróbáltam majdnem mindenkit berakni a csapatba. Egy jó képet kaptam most a csapatról, de mindig csapatba gondolkodtam, nem egyénekbe. Mai hozzáállás jó volt, de az Ajkai második fél idő is jó volt. Látjuk, hogy mit kell tennünk azért, hogy győzzünk. Ki kell emelnem, hogy a Dorog azért nagyon jól szerepel idén, és nem jöttek gyenge csapattal, tehát én kifejezetten örültem, hogy ismét egy NB2-es csapattal tudunk játszani, hiszen egy erős ellenfél ellen tudtunk győzni, ami nagyon fontos. Ez a győzelem mekkora lendületet adhat a csapatnak? Jövő héten azért nem egy könnyű találkozó lesz, hiszen a Diós Győr érkezik majd Békés Csabára. Természetesen nagyon fontos, hogy nyertünk. Más úgy elkezden egy hetet, hogy vereség van a csapat mögött, de remélem, hogy nem kényelmesíti el a játékosokat, és hát tudják azt, hogy ismernek. Ez nagyon kevés, tehát ettől többet fogok várni, mert azért voltak időszakok ma is, amikor nem voltam megelégedve. Tudják azt, hogy keményen fogunk dolgozni, és remélem, hogy folytatni fogjuk ezt az utat.